Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Anya és lánya haltak meg, autóbaleset történt Gerjen közelében. Díjazták a legtekerősebb osztályt, a környezetvédelemben élen járó diákok kapták az önkormányzat elismerését. Teszed akció Bonyhádon, önkéntesek a tiszta városért. Halászat, vadászat, madarászat Tolna megyében közös konferenciát tartottak Szekszárdon. Egy anya és 16 éves lánya szenvedtek halálos balesetet Gerjennél. Túl gyorsan mentek a kocsijukkal, emiatt egy kanyarban megcsúsztak, majd az árokba csapódtak. A partfal megdobta a kocsit, ami a repülés közben ketté törte egy fa törzsét. A lány nem volt bekötve, ő kirepült a szélvédőn. Ketté törte a fa törzsét a hatalmas erővel becsapódó autó, pedig addigra már veszített a sebességéből. Az ütközés előtt az út bal oldalán található árok partjának csapódott a kocsi, majd ezt követően vágódott neki a fa törzsnek. A járműben ketten utaztak, egy családtagjai mindketten szörnyet haltak. Az autóban ketten utaztak egy 43 éves szekszárdi nő és 16 éves lánya. Mindketten olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették. A Fad és Gerjen között balesetező kocsi az ütközés előtt szinte biztos, hogy jóval a megengedett legnagyobb sebességet átlépve haladt. A fiatal lány már valószínűleg az első ütközés után kirepült a járműből, még mielőtt az autó a fának csapódott volna. Az autó utasa nem használta a biztonsági övét, ezért több mint 100 méterre repült az autótól. Hogy pontosan mekkora sebességgel haladhatott az autó, amiben anya és lánya hunytak el, azt egy későbbi vizsgálat tisztázza majd. A rendőrök 2845 nehéz tehergépkocsit és 285 buszt ellenőriztek, 904 esetben állapítottak meg jogsértést egy hetes akciójuk során októberben, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a honlapján. Az egyenruhások elsősorban a vezetési és pihenőidőre, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálták. Azonnali közlekedési korlátozást 10 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni. Ebben a jármű kategóriában vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 73 alkalommal, a jármű, illetve rakománybiztonsággal összefüggésben 136 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 60 alkalommal kellett intézkedni, írták. A tehergépkocsi vezetők ellenőrzése során 6 esetben merült fel alkoholfogyasztás gyanúja, 99 alkalommal a jármű vezetője és utasa nem használta a biztonsági övet, illetve 220 jármű vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet. 1668 új megbetegedést igazoltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta összesen 836.916 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 30 többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.448 főre emelkedett. 1058 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 145-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.929.000-en kaptak. Tolna megyében 19 új fertőzöttet regisztráltak kedden, így a járvány kezdete óta összesen 18.062-en kapták el a koronavírust az országnak ezen a részén. Vándor Serlegger ismerték el a legtekerősebb iskolai osztályt Szekszárdon. A Tolnai megyeszékhelyen már hagyománya van annak, hogy az önkormányzat díjazza azokat a diákokat, akik részt vesznek az autómentes napon megtartott kerékpártúrán. Idén a Pécsi Tudományegyetemhez tartozó gyakorló általános iskola kapta az elismerést. A szekszárdi gyakorló általános iskola aulájában adták át azt a vándorserleget, amit az az osztály kapott, aki a legnagyobb létszámmal vett részt az országos autómentes nap keretein belül szervezett bringás rendezvényen. A Garai térről induló mezőnynek két távot kellett teljesíteni, egy 2 kilométeres és egy 5 kilométeres útvonalon mentek végig a biciklivel. Ebből az intézményből 3 osztály dobogós helyezést ért el. Mindig fontosnak tartottuk, és évek óta részt veszünk ezen a napon, és évek óta a mi iskolánk egy osztálya hozza el az első díjat, tehát a legbringásabb vagy a legtekerősebb osztály címét. Balog Anna Laura, második osztályos tanuló, az édesapjával és egy barátjával teljesítette a feladatot. Azért, mert ezzel védelmezzük a környezetet, meg
emberek is megjön a gondolata, hogy inkább biciklivel menjenek. Kis Csenge azt mondta, hogy az ő apukája még a kollégáit is elhívta a kerékpáros eseményre, velük is gyarapítva a résztvevők létszámát. Nem szemetelünk, nem autóval járunk az utcán, hanem ilyen biciklivel például, meg nem hagyjuk nyitva a csapot. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere az átadón arról beszélt, hogy jó látni, hogy a Tolnai megyeszékhelyen minden évben sok diák vesz részt a környezettudatosságra nevelő autómentes nap programjain. Én a megnyitón is ott voltam, amikor gyakorlatilag volt ennek a technikai kivitelezése. Nagyon-nagyon fegyelmezett gyerekekkel találkoztunk, és annak örülünk, hogy balesetmentesen lezajlott a nap, és mindenki épségbe, egészségbe tudta folytatni a szombati ünnepi programját. A legnagyobb létszáma pontosan 53 fővel résztvevő osztály kapta meg a legtekerősebb osztály elismerő címet és a vele járó vándorserleget is. A polgári törvénykönyv módosítása lehetőséget biztosít arra, hogy a bíró a válás után az egyik szülő kezdeményezésére elrendelje a gyermek úgynevezett váltott elhelyezését, ami azt jelenti, hogy a fiatal például 2 hétig az anyával, 2 hétig pedig az apával lesz. Foglalta össze javaslata lényegét az igazságügyi miniszter. Varga Judit szerint a változás nagyobb mozgásteret, de ebből fakadóan nagyobb felelősséget is jelent majd a bíróknak. A tárcavezető fontosnak nevezte, hogy a bizonyos életkor feletti gyermekek véleményét is kikérjék a bírók, mint ahogy az is érdek, hogy a válóperek ne húzódjanak el. Ez utóbbit már jogszabályok is segítik. 5. alkalommal vett részt Bonyhád a Teszed akcióban. A kezdeményezés célja, hogy megtisztítsák a várost és annak környékét a hulladékoktól, iskolák, civil szervezetek és önkéntesek részvételével. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolából és a gimnáziumból is sok tanuló érkezett, hogy a szemétszedéssel hozzájáruljanak lakóhelyük tisztaságához. A Bonyhádi Önkormányzat 5. alkalommal csatlakozott a Teszed országos környezetszépítő akcióhoz. A program célja az, hogy az önkéntes munkát népszerűsítsék, illetve hogy példát mutassanak a gyerekeknek és a lakosságnak egyaránt, hogy hogyan tisztíthatjuk meg a településeinket. Zömmel diákok vesznek részt a hulladékgyűjtésben, de vannak olyan civil szervezetek, amelyek minden évben képviseltetik magukat az akció során. 9 fővel érkeztünk, és ezt még elmondanám, hogy 2 éve egy olyan terepen voltunk, ahol még előttünk talán senki nem járt, és 24 zsákkal gyűjtöttünk össze. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskolából több osztály is jelentkezett, hogy segítsenek tisztává tenni a várost. Nagyon sokat teszünk ezért a városért, meg a környezetért, és akik szennyeznek, azt összeszedjük, amik elszennyeznek. Az országos kezdeményezés idén egy hétig tart. Hétfőn kezdődött, és péntekig lehet a Teszed akció keretein belül szebbé tenni a környezetünket. Halászat, vadászat, madarászat, avagy gazdálkodás Tolna megye értékeivel. Ezzel a címmel tartotta az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei szervezete konferenciát Szekszárdon, melyen az érdeklődők megtudhatták, hogyan változott az elmúlt évtizedek alatt a vadgazdálkodás vagy a vadállomány, és hogy mi köti össze ezt a 3 régi tevékenységet. Az eseményen kitüntették Kocsner Antalt, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei területi szervezetének elnökét a magyar vadászatért érdeméremmel. Pár évtizedes ugrással ragadtam ki a fő vadgazdálkodási szempontból fő vadfajok. Halászat, vadászat, madarászat címmel tartottak konferenciát Szekszárdon a Vármegyeházán. A találkozó célja az volt, hogy a fent említett 3 ősi tevékenység múltját és jelenét bemutassák az érdeklődőknek. Király István, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei titkára a vadgazdálkodásról tartott előadást. Tulajdonképpen próbáltam, ugye ez 50 évről beszélünk, de természetesen lesz, hogy egy kicsit mélyebbre nyúlok vissza. De tulajdonképpen egy mi volt és mi van mostani állapotot a megye vadgazdálkodását illetően, lehet, hogy ez lesz a legszárazabb téma az összes többihez képest, viszont egy kicsit úgy képbe rakja akár a vadászainkat is, meg a témában laikus hallgatókat is. Király István azt is hozzátette, azt tapasztalják, hogy átalakulóban van a vadgazdálkodás. Az apró vadállomány egyre nagyobb mértékben tűnik el Tolna megyében, míg a nagy vadállomány növekvő tendenciát mutat.
A titkár azt is elárulta, hogy a vadászterületek száma mérsékelten nőtt az elmúlt években, a vadászok száma pedig nagy mértékben emelkedett a megyében. Igaz, hogy a vadgazdálkodásnak történelmi hagyománya van ebben a térségben, de természetesen ehhez kapcsolódik a halászat-horgászat tevékenysége is, szintén több évszázados, és hát a természetvédelem, ami ehhez képest egy kicsit fiatalabb történelmre tekint vissza, is igen jelentős, nagy jelentőséggel bír, hiszen ezek a tevékenységek egymással közösen, közös célt valósítanak meg. Az eseményen bejelentették, hogy Kocsner Antal, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei területi szervezetének elnöke nem indul újra az elnöki posztért. Az 1979 óta végzett áldozatos munkájáért az Országos Magyar Vadászati Védegylet Magyar Vadászatért érdeméremmel tüntették ki. Paksról online csatlakoztak a GMF-hez, vagyis magyarul a Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok Szövetségének közgyűléséhez, a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás tagjai. Az értekezleten részt vett Dohocki Csaba, a Nemzetközi Szervezet magyar alelnöke is. A témák között kiemelt helyen szerepelt az elmúlt időszak értékelése és a jövő feladatainak megvitatása. A pandémia miatt ezúttal nemzetközi videokonferencián keresztül tartotta meg a 2021. évi közgyűlését a Nukleáris Létesítmények Körüli Európai Önkormányzatok csoportja. A szervezetnek 14 országa tagja. A társulás magyar alelnöke azt mondta, a járványügyi helyzet miatt a legtöbb rendezvényüket online tudták csak megtartani. Nyáron nyílt arra lehetőség, hogy erőmű látogatásokat szervezhessenek a lakosság bevonásával. Egy nyílt dialógus formájában felvetéseket kértünk a résztvevőktől, a tagoktól, hogy vessék fel azokat a problémájukat, amit esetlegesen nemzetközi szinten, Európai Uniós szinten is tudnánk képviselni, és itt mind Spanyolország, mind pedig Svédország részéről voltak olyan felvetések, amiket mi az elkövetkező időszakban az Európai Parlament felé majd képviselni fogunk. Gáncs István, a TEIT alelnöke szerint fontos az, hogy egy nemzetközi szervezethez tartozik a Paksi Ellenőrző Bizottság. Valójában ez egy köldökzsinór, nem csak nekünk, hanem valamennyi társulás, vagy a társulás valamennyi tagjának, valamennyi tagországnak, hiszen egy nemzetközi konferenciát, egy nemzetközi eseményt lebonyolítani csak úgy lehet, hogyha megfelelő szaktudással, megfelelő háttérinformációkkal rendelkeznek a tagállamok. A tervek szerint a TEIT legközelebb 2022 tavaszán Szlovéniában vesz részt egy atomerőmű ellenőrzésén. Regionális híreink következnek. Kipöckölték a Momentumot a döntéshozatalból. Politikai leszámolása a kritikák miatt Pécsen. Kétszeresére nőttek az energiaárak a világban. Itthon bértámogatással váltanák ki a pluszkiadásokat. Hopok versenyeztek Somogy megyében, a vadászati világkiállításhoz csatlakoztak a programmal. Kiszorította az önkormányzati döntéshozatal még megmaradt pozícióiból a pécsi momentumosokat a polgármester javaslata. Péterfi Attila jegyzi ugyanis azokat az előterjesztéseket, amelyek a bizottsági rendszer átalakítását, illetve az ehhez kapcsolódó személyi átalakításokat tartalmazzák. Eszerint a mostani városfejlesztési bizottság megszűnik, így momentumos elnökétől is elköszönnek, de kiteszik a jogi és ügyrendi bizottságból a momentumos tagot. Ez is a változás része. Politikai leszámolásnak nevezték még az érintettek is a döntéseket, amit puccszerűen hoztak meg a papíron koalíciós partner Momentum ellen a pécsi közgyűlésben kedden. Ilyen döntéseket nem tudom, máshol puccsnak szokták hívni. Mondta a Momentum képviselője a keddi közgyűlésen. Topán László arra reagált, hogy a városvezetés átalakítja az önkormányzat bizottsági rendszerét, kihagyva a Momentum politikusait a döntéshozatalból. A Városfejlesztés és Innovációs Bizottság elnöki posztjáról éppen Topán Lászlót. Ezzel a közgyűlés kezdetekor szembesült az állítólag szövetséges frakció. Mikor döntöttek, ki mikor szerzett erről tudomást, esetleg ezt tegnap döntötték el váratlanul, vagy esetleg már korábban, és ha igen korábban, akkor mi szükség van az utólagos, pótolagos beterjesztésre? Miért nem lehet az embernek a szemébe mondani azt,
hogy mi vár rá, mire számítanak, vagy mire nem számítanak, és miért, milyen indoklással. Tette fel a kérdést az eltávolított elnök. Azért távolítják el őket, mert nem írták alá azt a nyilatkozatot, amit a baloldali frakciószövetség megkövetelt a Momentumtól is, hangzott el a soraikból. Ezzel szembesítette a polgármestert, a Fidesz frakcióvezetője, aki politikai leszámolásról beszélt. A Momentum képviselői nem írták alá azt a bizonyos nyilatkozatot, ami a továbbműködés, az együtt továbbműködés feltétele lett volna a pécsi baloldali koalíción belül. Köszönöm. A mi szótárunkban, hogy politikai leszámolás ilyen nem létezik. A politikában önök picit régebb óta politikusok, mint én. Tudják nagyon jól, hogy a szövetségek időről időre változnak. Így reagált a polgármester a felvetésre. A korábban eltávolított Bognár Szilvia egykori alpolgármester kemény kritikát fogalmazott meg. Javaslom, hogy a Pécs jövője frakció változtassa meg a nevét Pécs múltjára, mert a módszerek, amiket alkalmaznak, az ország legsötétebb időszakát idézik. Köszönöm. Függőségi viszonyt épít ki a városvezetés a baloldali képviselőkkel, és így számolja fel a szabadságukat a döntések meghozatalakor, mondta a képviselőasszony. Amiatt szüntetnek meg egy bizottságot, a Városvezetési Bizottságot a baloldal képviselői, mert abban ültek olyan baloldali képviselők, akik rámutattak olyan panamákra, visszaélésekre, amiket egyébként a mostani baloldali városvezetés követel. Nem másról szól ez a mai döntés is, mint gyakorlatilag egy politikai adokkapokról, ami a baloldalon belül zajlik. Ellehetetlenítik azokat, akik kritizálják a városvezetést a koalíción belül, mondta az ÖPE politikusa. A városfejlesztési helyett környezetvédelmi bizottságot hoznak létre, amit az LMP-s Kóbor József vezet majd. Topán László így bizottság nélkül marad, még a másik momentumos, Pokorádi Gábort is kiteszik a jogi és ügyrendi bizottságból a városvezetői javaslat szerint. Megemelkedtek drasztikusan az energiaárak a világban, ez hat az ipari termelőkre, de még a kereskedelmi szállítókra is. Egy kínai konténer behozatala ötszörösére emelkedett az energiaár emelkedése miatt. A folyamatok hiányt eredményeznek például az elektronikai alkatrészek terén, de inflációt is növelnek. A folyamatok hatnak a hazai gazdaságra. A kamara javaslata szerint a szakemberek megtartását kellene támogatnia a kormányzatnak, hogy a rezsiköltségeket is ki tudják gazdálkodni a vállalkozók, mondta a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára stábunknak. Világgazdasági jelenség az energiaárak drasztikus növekedése, mondja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Ez hat a globális kereskedelemre, az árak alakulására. Több mint ötszörösére nőtt például a Kínából érkező konténereknek a költsége, tehát hogyha valamit rendelünk nagyobb tételben, akkor ez 3-4-5-szörös költséggel, költségnövekménnyel fog ideérkezni. Természetesen az infláció is nő, a világban majdnem mindenhol. A folyamatok pedig nem kerülik el a magyar gazdaságot sem. Bár a lakosságra nem hárítják át a rezsi növekedését, a gazdasági szereplők azonban piaci árat fizetnek. Az elszálló árak miatt javaslatcsomagot készített a kamara. Az ipar számára ilyen rezsicsökkentésszerű eszközöket nem érdemes elindítani, nem biztos, hogy az a verseny előnyt vagy a versenyképességet növelni fogja, de miután mindenhol a humán erőforrás a kulcsa mindennek, ezért, ahogy az előbb említettem, valami fajta bértámogatási rendszert, bérkompenzációt érdemes bevezetni, nehezen múljon az, hogy egy mérnök ott marad egy cégnél, és nehezen múljon, hogy 3-5 fiatal mérnököt fel tud-e venni egy cég. Vagyis a jól képzett szakemberek megtartását kell segítenie a kormányzatnak, hogy megmaradjon a vállalkozások versenyképessége. Így jutnak anyagi források a megemelkedett energiaszámlák fizetésére is, a helyi iparkamara főtitkára szerint. Erdélyi és más kopófajták versenyével zárult az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás ropoi programjai. A Somogy megyei településen vasárnap a résztvevőknek a lövési és nyomkövetés próba mellett a vaddal szembeni viselkedés területén is bizonyítaniuk kellett. A megmérettetésen közel 100 ebb és gazdájuk vett részt. Kutyaugatástól volt hangos a Zselica hétvégén, ahol erdélyi kopóvilág találkozót rendeztek.
A Ropoly-pusztai Szemlén Magyarországról, Romániából és Csehországból tucatnyi tenyésztő több mint 100 kutyával képviseltette magát. Ezt a kutyafajtát 1966 óta tartják számon önálló fajként, és szívesen dolgoznak velük a vadászatokon. Nagyon emberkedvelő, családkedvelő kutya, de ennek ellenére kitűnő vadászkutya. A vadászatokon, akik részt vesznek, nem mindenkinek ez a kedvence, de a vadászatokon, amely kutyák részt vesznek, azok folyamatosan bizonyítják, hogy azokat a ősi tulajdonságokat, ami miatt ez a kutya értékesnek mondható, azt megtartották. Ezek a kutyák óriási területet le tudnak keresni. 2,5 éves eddig a kócukámon a vércsapa fázisra jelentkezem. Sándor és kutyája Bogyó már több megmérettetésen is részt vettek. Ezzel a feladattal a sebzett vadudán keresését próbáljuk mesterséges körülmények közt imitálni. Tegnap a bíró kollégák lefektettek vérrel, illetve szarvaslábbal egy mesterséges csapát, ami ugye már tegnap délután készült, tehát ezek már legalább 15-16 órás csapák. Szabályzat szerint 600 méter hosszú, és ezt kell a kutyáknak ezen a csapán kell most végigmenni, és a csapa végén lévő szarvaslábat megtalálni, megmutatni. Feküdj le! Feküdj! Az engedelmességi feladat után a megsebzett vad keresésére indultak, az úgynevezett vércsapa útvonalat szintidőn belül sikerült teljesíteniük, ahogyan Sági Viktornak és kutyájának Avarnak is. 3 éves, ez az első versenye, vizsgákat már csináltam vele, de úgy igazi verseny ez volt neki. A vércsapa vizsgát elég jó, szerintem elég jó végig teljesítette, úgyhogy megyünk a többi fázisra. A nyomkövetés mellett a lövéspróbán és a vaddal szembeni viselkedés területén is bizonyítaniuk kellett a kutyáknak és gazdájuknak. Az Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás Ropoly programjai ezzel a megmérettetéssel zárultak. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Anya és lánya haltak meg, autóbaleset történt Gerjen közelében. Díjazták a legtekerősebb osztályt, a környezetvédelemben élen járó diákok kapták az önkormányzat elismerését. Teszed akció Bonyhádon, önkéntesek a tiszta városért. Halászat, vadászat, madarászat Tolna megyében közös konferenciát tartottak Szekszárdon. Csütörtökön erős, időnként viharos szél fúj majd, változékonyabbra fordul időjárásunk. Délelőtt még lehet bujkáló napsütés, majd délután már helyenként kisebb esők, záporok is előfordulhatnak, de csak kevés helyet érintően. Éjjel már egy hideg front éri el hazánkat, ekkor helyenként jelentősebb eső is eshet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!